Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban fókuszba kerül a farsang, és mutatunk Önöknek egy olyan módszert, amelynek segítségével könnyen és hatékonyan tudunk fogyni. Tartsanak velünk! A farsangi mulatságok bulik egyik elengedhetetlen eszköze a jelmez. Ellátogattunk egy jelmezkölcsönzőbe, ahol mindenki megtalálja a magának kedvére való öltözetet. Elérkezett az év azon időszaka, amikor szeretnek a gyerekek jelmezbe bújni, hiszen itt a farsangi időszak. Nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is vannak egyébként ma már nagyon jó jelmezek, és nagyon sokan nem tudják talán azt, hogy nem feltétlenül kell ezeket a jelmezeket megvásárolni méregdrága áron a boltokban, hanem vannak Székesfehérváron is jelmezkölcsönzők. Most éppen az egyik ilyenben vagyunk, itt áll mellettem Takács Anita, akit hát én bevallom, évek óta ismerem, hiszen én is tőled hozom a gyerkőcöknek a farsangi jelmezeket, és hát azért az elképesztő, szerintem meg fogjuk mutatni, hogy milyen készlet állít rendelkezésre, honnan ez a hát ezres nagyságrendű ruha. Hát körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdtem az álmomat megvalósítani, és akkor így ilyen tízesével. Aztán úgy mindig jöttek, és hát most már felfejlesztettem közel 1000 darabra, így fele-fele gyerek és felnőtt jelmez, és egy kicsit ugye belecsempészem a saját világomat is, mert én azt szoktam mondani, hogy egy Andersen meséből itt maradt, elvarázsolt királylány vagyok, és szeretem ezeket a barokkos, reneszánszos, királylányos ruhákat, úgyhogy nagyon sok van az is, de a mostani divatos pénzrablásból és egyéb olyan filmekből nagyon sok karaktert tartok, amit kedvelnek és keresnek most. Szeretem azokat a jelmezeket, amik kicsit különlegesebbek, nem a mindennapos. Hiszen Pókemberből van 15 darab, és a Rendőrből, a Vasemberből, viszont mondjuk egy Kis Hercegből, egy Popeyből, vagy egy olyan régi meséből való karakterből keveset tartanak máshol. Mutassunk is egy néhányat, mert hogyha itt elindulunk, akkor itt van egy pár olyan pici méretű jelmez, amik, hát mondjuk nem tudom, hogy fiúk egyébként egy ilyen jelmezt simán elvisznek? Kis herceg jelmezét? Hát szerintem még talán nem volt gyereken, mert nem ismerik, de én ettől függetlenül, hogyha találok és szembe jön velem valahol egy olyan jelmez, ami hát azért egy ikonikus, akkor én azt megvásárolom és tartom kínálatnak. Uh-huh. Ezt csak úgy érdekességnek megmutatnám, hogy ezek a legrégebbi kis jelmezeim is 56-os méret. Ez egy apró, legkisebb. Igen, és ezek nagyon régi. Való. Ezek nagyon régi jelmezeim. Ez sem volt még nagyon kint, de fotózásra esetleg anyukák vihetik, tartunk kicsi mérettől is, egész újszülött mérettől jelmezeket. Uh-huh. Ez például egy ilyen kis kínai vízhordós jelmez, nagyon cuki felvéve, nagyon kis különleges, ez sem olyan, amivel találkozunk minden, vagy a Túró Rudi. Ez egy egyedi, igen, ez egy egyedi készítés. Aztán, hát ez egy nagyon egyszerű egyébként. Igen, hát aztán vannak a nagyon keresettek, például a tűzoltó, a rendőr, a katona, ezek nagyon-nagyon keresett jelmezek. Ő belőlük is elég sokat szoktam vásárolni, hogy legyen kínálat, ebből is van több méret. Úgyhogy aki ilyet szeretne, ő nekik is van választék. De például a Királyfi. Ez is egy nagyon-nagyon kis... Királyfi klasszikus? Igen, klasszikus. Mennyire akarják? Azt tudom, hogy például... Akarják. Ez egy kicsit a lány szekció, de hát ugye ez egy nagyon minimális. Itt volt egy időben divat a szörnyeknek a gyermekei, ezek mondjuk a Monster High-nak. Igen. Na, ezekről beszélek, hogy ezeket nem érdemes annyira tartani, egyet egyszer-egyszer kiviszik, méretválasztékot is kell belőle tartanom, van, de... nem keresik már utána, de mondjuk a Seherezádét, a Királyfit, a kis szuperhősöket, a kis kalózlányt, ezeket viszont folyamatosan, vagy a táncos nőket, de itt is divat a görög, az egyiptomi jelmezek, úgyhogy ezeket is nagyon szeretik. Közben én meg beszereztem itt magamnak az előbb említett eszközöket, mert hogy hóhér is szeret lenni néhány gyermek,
vagy itt akár itt a gumibot is például. De úgy látom, hogy bármilyen kiegészítőt meg rendőr, nálad. A rendőrnőnek például ez a gumibot kelléke, úgyhogy elég sok kelléket is tartunk. Itt azért van kirakva néhány felnőtt jelmez is. Ugye nem csak a gyerekekről kell gondoskodnod, hiszen évközben is néha-néha, hát most sajnos ugye majd beszélünk talán erről is, hogy a koronavírus járvány miatt kevesebb partit lehetett az elmúlt időszakban rendezni, de azért, hogyha egy-egy ilyen alkalom van, vagy mondjuk Halloween, vagy bármi, akkor azért van rá mód és lehetőség, hogy akár a felnőttek is találjanak maguknak egy-egy színes darabot. Egy pár évvel ezelőtt akkor lett jobban divat, hogy keresték, és akkor erre elkezdtem jobban rágyúrni, hogy vásároljak. Itt is azért a reneszánsz visszaköszön. Ritkán kapok reneszánsz, szép reneszánsz jelmezeket is, de mondjuk egy nagyon látványos párosunk például, ez az egyiptomi. Igen. Ő neki van egy gyerek, tehát egy egész családot össze tudok állítani, ő most nincsen itt bent, de őket nagyon szeretik. Látványos öltöztet, nagyon vékony anyaga van, könnyű benne szórakozni, könnyű tisztán tartani, úgyhogy ezek közkedvel darabok. De nagyon sok karaktert. A raptól kezdve az egyházi személyeken, a hóhéron, a velencei karneválos lovagokon keresztül nagyon sok mindent tartok. Igen, az most egy új kívánság volt tőlük, és akkor abból is rendeltem, van pár darab. Aztán például most megkaptam, ez most eszembe, ez is még senki nem volt, a Popeye-nek, a felnőtt. Felnőtt Popeye-t, én ezeket is nagyon bírom. Végtelen ötletes, és vannak bevállalós férfiak, nagyon szeretik. Itt van a kislányoknak a birodalma. Na, olyan... hát, hogyha valaki hercegnő akar lenni, vagy úgy látom, hogy a Hófehérke Csipke Rózsika, minden, és még az a Jégvarázs összes, is. Igen, az összes klasszikus darab megvan. Itt a fiú szekciónk, de hát már olyan sok van, hogy nem is tudjuk annyira tematika szerint. Hát ugye itt van a pókemberek sora, a katonák, a rabok. A hölgyeknek is van itt rengeteg féle lehetőség. Igen. Mutass egyet-kettőt kérlek, hogy mi az, amiből hát tudnak. Itt is van nagyon sokféle karakter, most nagyon divat, hogyha valaki elmegy szórakozni, kilépnek a komfortzónájukból, és én frivol jelmezeknek hívom, ugye ami egy-egy karakterből a rövidebb fazon, ez például egy apáca jelmez, ami hát mini, rövid. Ez kisebb nőre való, nem? Hát igen, a jelmezeknél is nagyon nehéz, minél nagyobb méretet keresek, annál kevesebb a választék. Tehát azért az SS, MS jelmezeink azok vannak nagy számban, de én, ahogy tudok, úgy szerzek igen nagy méretet is. Például ez egy gótika jelmez, ami 3XL-es, és egy végtelen meseszerű ez is, úgyhogy nagy méretű hölgyekre is vannak jelmezeink, amit kényelmesen tudnak viselni. Igazából, hogyha valaki ide jön, akkor az biztos, hogy talál. Úgy nem szoktam elengedni. Jelmet. Ha csak nem ragaszkodik olyan karakterhez, amit nem tudok adni, és ő nem hajlandó, de általában ilyen nincsen. Azt szoktam mondani, hogy minden kötelezettség nélkül nézzenek körül, és akkor bele szeret valamiben. Egy ilyen kölcsönzőben hogy működik a kölcsönzés, mi a menete, mit lehet tudni erről? Hát nálam most úgy működik, mivel a pandémia óta nem volt igény arra, hogy kölcsönözzenek, hogy telefonon felhívnak, megbeszélünk egy időpontot, eljönnek, és én azt szoktam javasolni, hogy az a célszerű, hogy ha tudják, hogy mikor lesz a farsang időpontja, akkor lefoglalnak egy jelmezt, mert akkor biztosan tudom arra az időpontra nekik ezt eltenni, lefoglalni, ő csak az előtte valóna benyúl, és elviszi. Akkor kifizeti a jelmezárát, illetve kauciót szoktunk kérni, amit természetesen visszakapnak, amikor hiánytalanul visszahozzák a jelmezt. És mikor szokták visszahozni, vagy mikor? A leghamarabb, mindig azt szoktam mondani, hogy leghamarabb, amikor lehet, tehát hogyha pénteken van a gyerekeknek egy óvodai rendezvény, nagyon sokan már aznap este beadják, vagy a következő nap. Tehát, hogy azért ez két napnál többet ne öleljen föl. Egy pénteki rendezvényre csütörtökön elviszik, és pénteken vagy szombaton beadják. Köszönjük szépen. Hát kedves nézőink, érdemes tehát, ahogy látták, ellátogatni egy-egy jelmez kölcsönzőbe, mert hát a ritkaságoktól elkezdve a klasszikus dolgokig mindent meg lehet találni, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, úgyhogy hajrá, farsan! Yeah.
A Berényi úti zsírklinikán jártunk, ahol megnéztük, hogy milyen egy zsírfagyasztásos kezelés és milyen hatékony a módszer. Melyik hölgy vagy akár úr ne álmodozna arról, hogy akár mozgás nélkül és éhezés nélkül fogyjon le. No, Székesfehérváron itt a Berényi utca 16-os szám alatt létezik a zsírklinika elnevezésű hely, ahol mindenre lehetőségük van azoknak, akiknek mondjuk van egy kis súlyfeleslegük és szeretnének tőle minél gyorsabban megszabadulni hatékonyan és tartósan. Cetl Andrea mellett állok, aki arról fog nekünk mesélni, hogy hogyan működik ez a technológia? Hát ezt a technológiát zsírfagyasztásnak hívják. Igazából minden diéta, mozgás nélkül tudunk változást elérni a hölgyeknél vagy az uraknál. Testkontúrozásnak is hívjuk a folyamatot. Ugye zsírsejtjeink mindenhol vannak, testrészünk bármelyik pontján. Az az életmódunktól függ, hogy tápláljuk ezeket a zsírsejteket, vagy maradnak olyan állapotban, amilyenek ugye alapból. És mi ezzel az eljárással a kis meghízott zsírsejtjeinket mínusz 8 fokon lefagyasztjuk, és ezáltal ott az adott területen meg is semmisülnek. Egy kezelés alkalmával a zsírsejtek 25-30%-át tudjuk rögtön megszüntetni. Hogy működik ez? Ki az, akinek tényleg javasolt? Ez nem egy fogyókúra, kilóban nem is ígérünk változást, itt centiméterbe, állagba van a fő változás. A nagyon elhízott embereknek nyilván nagyon nehéz rögtön egy látványos képet mutatnunk az eljárással, de akik csak minimálisan és tényleg csak egy kis kontúrozást szeretnének magukon, azoknak nagyon-nagyon ajánlott és nagyon hamar látványos eredményeket hoz. Mi történik, hogyha bejön hozzád egy páciens? Hát nyilván átbeszéljük, hogy melyik testtájával elégedetlen, miből szeretne egy kicsit lefaragni. Egy pontos mérés, az nagyon fontos, fotózunk, hogy az az állapot ugye visszanézhető legyen, amit majd alakítunk át. Lemérjük azt a testzsír százalékot is, amit ott feleslegesnek találunk. A kezelés körülbelül 2 óra, addig nyugalomban feküdhet, itt pihenhet a vendég, és mi pedig fagyasztjuk a zsírsejteket. Azt mondod, Réka, hogy neked azért van olyan vágyad, hogy egy picike kis súlyfeleslegtől megszabadulj. Igen, hát ha nem is súlyfeleslegtől, de pont ez a kis kényes rész, amivel az Andreával rámentünk, nekem tényleg mindig ott volt. Tehát ha sportolok, a szülés után is általában mindig ott ragad. Úgyhogy igazából nekem ez egy jó lehetőség ez a gép, hogy akkor tudom, hogy van más lehetőség is, hogy esetleg még kipróbáljak, hogy esetleg megszabaduljak ettől a pár centimétertől. Én kíváncsian várom az eredményt, én nagyon hiszek benne. Mit érzel most közben? Nem mondom, hogy kellemetlen, de igazából azt érzem, hogy mintha egy borzasztó nagy jégtömb lenne most éppen az oldalamon. Ezt a vákum dolgot, ezt annyira nem érzem szerencsére, úgyhogy nem mondanám kellemetlennek. Még akár így ilyen kis relaxációs kis pihenésnek is el tudom ezt így viselni, képzelni, hogy így akár kétszer-háromszor is meg fogok itt jelenni, és itt kis telefonommal, itt a kis kezemmel, úgyhogy ez egy elviselhető dolog, hál' Istennek. Vannak egyébként más testrészeid is, amint kipróbálnád, vagy ezzel így elégedett lennél? Biztos vagyok benne, hogy fogok. Igen, a belső combomnak a kis, ott a kis alul felül a kis részeivel nem vagyok megelégedve, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még érkezem ez miatt. A kezelési protokollnak nem része, hogy diétát kövessünk, hogy rengeteget igyunk, hogy azonnal álljunk neki mozogni, mert enélkül is működik. Sokan azt mondják, hogy úgy jönnek vissza, hogy úristen, nem tudtam betartani a diétát, pont karácsony volt, semmi időm nem volt mozogni, és érdekes módon náluk van a legnagyobb eredmény, tehát rögtön egy kezelés alkalmával 4-5 centi, megváltozik az a testrész, sokkal ugye formásabb, kirajzolódnak az izmok, és úgy, hogy mellette semmit nem csinál. Hogyha valakinek mondjuk több helyen van problémája, több helyen szeretne zsírpárnáktól megszabadulni, akkor mi az ajánlott mennyiség, vagy milyen időközönként kell akkor jönni, és egyszerre hány testrészt tudsz mondjuk
zsírtalanítani, csúnyán szólva. Tehát egy adott testrészt, azt ugye maximum háromszor lehet kezelni, a kezelések között 2-3 hónap szünetet kell tartani, de ha a másik testrészére akar rámenni, akkor pár nap különbséggel a másik testrészen elvégezhető a kezelés. Az országban 5 ilyen gép van, tehát akkor ez viszonylag egy új keletű dolog itt Magyarországon. Így van, új, ezért sok időt fordítok arra, hogy konzultálok, hogy beszélek róla, hogy terjesztem a hírét, de egyébként napi 1-2 kezeléssel dolgozom már. 8 hét után érkezett a hölgy visszamérésre, előbb nem is nagyon csinálunk visszamérést, úgy jött, hogy 3 hétig beteg volt, tehát kb. Ki sem mozdult otthonról, semmiféle edzést nem végzett, és ilyen átalakuláson ment át. 5 centivel lett kisebb a hasának a körtérfogata, és hát látjuk, hogy milyen szépen előjöttek a kis hasizmai is. Ez egy férfi vendég, lógó hassal, egyébként aktív sportoló, de a hasával nem tudott mit kezdeni, és ez egy 6 hét utáni kezelés, hát látszik, hogy nála azt hiszem 3 cm volt, és az egész hasának az állaga, kinézete teljesen más. Akkor leszedjük a fejecskét, adunk neki egy kis levegőt, így a vákumot. Hát annyira nem tömbösödött ki, nyilván a Rékának nem volt olyan sok zsírsejtje, de itt látszik, hogy ugye hol kezeltük, ez itt most jéghideg, de van az egész pirosodva. Hát egy hason sokkal látványosabb, illetve ott, ahol nagyobb a rész, és ezt most nekem itt át kell masszíroznom, ez egy jéghideg az egész. Itt ezeket a kis kikristályosodott zsírsejteket nekem szét kell masszíroznom, és elindítanom, hogy menjenek a nyirokrendszerbe. Na mesélj egy picit, Réka, akkor te most mit érzel? Nagyon érdekes érzés, mert tényleg egy kicsit olyan, amit az Andrea is mondott, hogy mintha érzéketlen lenne, de mégis ahogy masszírozza, érzem, hogy ott történik valami. Nagyon érdekes ez a hideg érzés. Réka elégedetten távozott, de hogy mutassunk egy férfi modellt is, elhívtuk Kaiser Tamás kollégánkat, aki megmutatjuk, hogy hogyan működik ez a zsírfagyasztásos módszer. Tomi, neked mi a célod ezzel? Én szeretnék bálnából kis delfinné változni. Te is nagyon sokat sportolsz egyébként, meg többféle diétát kipróbáltál. Most miért akarod alávetni magad ennek a zsírfagyasztásos módszernek? Hát most már nézegettem egy ideje ezt a gépet, ugye Andival viszonylag régóta jóban vagyunk. Én kipróbáltam a szőrözős gépet is, és nagyon érdekelt, hogy ez vajon mit tudhat. És mostanában azért annyi időm nem jut a sportra. Ez látszik is itt elsősorban ilyen a hastájon, és attól szeretnék egy picit megszabadulni. Egyébként elsősorban a kíváncsiság az, ami vezérel, hogy ez tényleg úgy működik-e nálam is. Akkor nézzük meg, hogy működik. Nézzük, úgyhogy legyen kedves vetkőzni. Fel tudjuk tenni a fejet, ekkora méretű a fejünk. Mivel ugye 2 van belőle, gondolkodhatunk abba, hogy ide is rakunk egyet, és ide is, és akkor ezáltal így az egészet megemeljük. Vagy felrakunk csak egyet ide, és egyet meg ide fölé. Tehát bármelyik melyik lehet. Te melyiket ajánlod? Én most azt ajánlom, hogy 2 fogunk felrakni, és ide fogjuk rakni a 2. Okay. És innen fogjuk gyönyörűen kivenni a dolgokat. Tessék
felfeküdni. Jó, ez a membrán, ez mínusz 50 fokig véd. Azért, hogy semmilyen szervünk, semmi ne tudjon ott sérülni. Ez egy nagyon kellemetlen dolog egyébként. Át van itatva glicerinnel, na jövök. Hideg! De jó! Ezt a területet most itt a vákum beszívta, és már elkezdődött a hűtés, már 8 fokon vagyunk, így megy folyamatosan le, mínusz 8-ra. El tudod mondani, mit érzel? Becsípték a hasamat. Tényleg azt, meg hát érzem, hogy hűl. Nem mondom egyébként, hogy kellemes, de hát annak idején a húgom azt mondta, 4,5 évesen a 3 éves barátnőjének, hogy Szandra, a szépségért meg kell szenvedni. Következő 70 percre jó fogyást és pihenést kívánunk. Aki az eredményre kíváncsi, a Fehérvár TV műsorait megtekintve láthatja, reméljük a következő hetekben, hogy milyen eredményt ért el a fogyásban. Aki pedig ezt a forradalmian új módszert szeretné kipróbálni, az látogasson el ide a Zsírklinikára, a Berényi utca 16-os szám alá. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra!